Elsőként érkezett Kecskemétre a hat történeti intézet által a Rákóczi emlékévre összeállított emlékkiállítás. A vándortárlatot a katonatelepi Matthiász János általános iskolában állították fel. A péntek délutáni megnyitón dr. Zombor Gábor hangsúlyozta, hogy méltán lehetünk büszkék arra a korszakra, amelyet ez a kiállítás elénk hoz. A parlamenti képviselő hozzátette, a mai értékrendünkben nagyon sok olyan jellemző van, amely az első nagy nemzeti szabadságharcunk korából eredeztethető. A vándor kiállítást Mádai Norbert eredeti, Rákóczi korabeli fegyverekkel egészítette ki. A nagylelkű felajánló, aki 30 éve gyűjt fegyvereket, elmondta, hogy a Rákóczi szabadságharc relikviáit 90-95%-ban elpusztították, ezért nehéz volt összegyűjteni őket. Hangsúlyozta, mélyen meg kell hajolni azon idős emberek előtt, akik a Rákosi rendszer AVH-s világában ezeket a tárgyakat megőrizték náttetőben, sárdeszkában vagy falban. Mint mondta, ők igaz magyarok. A kiállítást dr. Fekete Gábor hozta Kecskemétre. A szervező elmesélte, hogy amikor kiderült, hogy egy Rákóczinak emléket állító tárlat nyílik, minden második meghívott azt mondta, hogy eljön. Ez visszaigazolás volt számára arról, hogy a magyar történelem nem kopott el, fogalmazott. Hozzátette, hogy magyar történelmünk ismerete nélkül nem tudunk a jelenben sem jó döntéseket hozni. Gál Gergely, a Rákóczi Emlékév testület elnöke azt mondta, hogy Rákóczi személye ma 300 év távlatából is képes összefogást teremteni, integrálni a magyarságot. Demeter József író költő Ady Endre a Rákóczi Vénharangja című versét adta elő, majd Varga László nyugalmazott püspök helyettes mondott zárszót.